Egy közelben lakó férfi riasztotta szerdán délután 6 óra körül a tűzoltókat ehhez a Selyem utcai trafóházhoz. Kijöttem és láttam, hogy a trafóházból sűrűföst gombolyog jön ki a szellőző rácson keresztül, majd azt követően egy ilyen nyílt láng is kicsapott. És akkor én beszóltam az EO-hoz, az EO-tól visszaszóltak, hogy már úton vannak, tudnak az eseményről, és mire én kijöttem, addigra itt volt a tűzoltóság, a rendőrség, és az EON-nak a munkatársai. Hamarosan jöttek, egy picivel később. A katasztrófavédők és az EON munkatársai hamar megfékezték a füstöt és a lángokat. A rendszeres karbantartásnak és a tiszta trafóháznak köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a szomszédos épületekre. Egy 10 kV-os földkábel kábelfején található olajtartály robbant be és égett le a tegnapi nap folyamán. Az ebből adódó üzemzavarban 4600 ügyfelünk volt érintve, maga az üzemzavar pedig 40 percig tartott. A környéken sokan nem is észlelték az áramkimaradást, a szakemberek 7:30-ra helyreállítottak minden problémát.